Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Annyi az előzmény, azt hagyd meséljük el azért mindenkinek, hogy ugye Eger után hívtalak, én igazából nem beszélgettem veled előtte sosem, fölhívtalak, és hogy majd csinálok veled egy rövid interjút, és beszélgettünk 2 órán keresztül. Átállt az idő. És utána mondta, hogy hát ennek én nem bírok neki ülni. Nagyon jó beszélgetés volt, nagyon sokat megtudtam rólad, és azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha mások is sok mindent megtudnának rólad. Arról, hogy te hogy kerültél ebbe a ralliba, nem olyan rég kerültél ebbe bele, és hogy hova tartasz, arról majd beszélünk egy kicsit. Szóval, szia! Szia! Köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy meghívtál ide magadhoz. Igazából, ha visszavetítjük az éveket, akkor aránylag már régen, aránylag, hát elég régen már benne vagyok ebbe az autós vérkeringésbe. Már csak a révén is, hogy édesapám rengeteget bizniszelt autóval, vett, felújított, restaurált, és a nagyon kicsi korom óta autós közegben vagyok. És így igazából elkerülhetetlen volt az, hogy valamilyen kontaktba, kapcsolatba ne kerüljek ezekkel. És hát igazából meséltem már neked ezt a sztorit, de nem teljes egészében, úgyhogy egy kicsit mesélek a régmúltról. Hát én nagyon sokáig Váncsodon laktunk, ez egy kis település a mostani szülőhazámtól, Berettyőfalutól, egy ilyen 17 kilométerre található. És hát ez egy kis falu igazából, és nagy csoportos koromig, azaz ilyen 6-7 éves koromig ott laktunk kint. És hát fatárnak ott volt egy nagy műhelye, viszonylag nagy területen volt a szülői ház is. Viszont azt tudni kell, hogy tehát az útviszonyok az elég ilyen sóderes, földes, homokos talaj volt, tehát rendezett voltak a körülmények, csak hát nem az autósztráda. És hát akkor is volt már nekem egy ilyen kis lábbahajtós gokartom, amivel... Ez a klasszikus, nem is, hanem még a hajtós volt, tehát lánc meghajtásos volt, nem a rudazatos volt. És... Tehát hátulhajtott az? Hátulhajtott. És igazából egyetlen egy jó rész volt a területen, úgymond, vagy a háznál, az pedig nem más, mint bent fater garázsába, az egy lebetonozott plac volt, és középen volt egy nagy akna. És hát nyilván könnyebb volt hajtani a betonos útviszonyok között, és hát én mindig... Itt az akna körül csináltam a köröket, és nem szólt fater többször is, hogy fiam, bele fogsz egyszer abba az aknába esni, ne vívd magad ellen a sorsodat. Hát persze, természetesen kis fiatal csikó, hát miért is hallgatnék a szülőre. Egyre jobban köröztem, majd hát egy kicsit a tövezés az nagy tőre sikeredett, és belehuppant a gokartnak a bal első kereke az aknába. És... Hát úgy érkeztem az aknába, hogy talpa, tehát forrultam egyet, és így estem be az aknába, és akkor csak felfele pislogtam. Hát fatert azt tudni kell, hogy nem egy, amúgy is egy komoly, tehát kemény ember volt, keményen fogott mindig. És hát nem az volt, hogy fiam, semmi bőr nincs, hanem látta, hogy minden oké, kikapott, és hát jól áll. Náspángolt, hát ebből tanultam, tehát ez egy örökre szóló tanulság volt, nem is mentem utána a környékére, és hát lehet ott történt valami a fejemben, ott rászkódott, vagy éppen állt helyre, hogy nekem mégis volt ez a momentum, de mégis ebbe az irányba kell elmenjek, hogy ezt ki kell mozogni. És aztán igazából beköltöztünk Berettyőfaluba, ahol jelenleg is élek, és hát ott már egy nagy aszfaltos plac volt az udvaron, és ott hát ezt a lábbahajtós gokartot, ezt leváltottuk egy ugyan lábbahajtós, csak egy ilyen kis jeep volt, és hát ott mentem vele össze-vissza keresztbe, kasba.
két keréken, sokszor három keréken, mikor, hogy, és akkor látták, hogy általán ezzel a fiúval lehet, hogy foglalkozni kellene, és hát végülis lehet, hogy innen indult ez az egész igazából, ez az őrület. És hát azt még tudni kell, hogy nyilván benne volt fater ebbe a vérkeringésbe, ebbe az autós vonalba. Volt egy nagyon jó barátja, őt a Jakab Ambrusnak hívják, aki a 80-as évek közepe fele ő ment Ennes Zsigulival, úgymond a magyar bajnokságba. Hát ez a ranga korszakhoz visszavezetően. És így kerültek ők kapcsolatba, és már az öreg is, az öreg Jakab is mondta, hogy az a fiúval lehet, hogy nagyon mellé lövünk, de mi lenne, ha foglalkoznánk, hát, hogyha ha valami jól kisül ebből az egész dologból. És hát ő egy nagy momentum, úgymond az én pályafutásomnak is. Egyrészt, hogy az édesapámra is hatott ezzel a dologgal, meg hogy ők azért ezekre a versenyekre járkálgattak, így ezért ez a vonal, ez onnastól kezdve végig kísérte az egész családot. És hát igazából az első autós élményem, amikor természetesen Ladához kötődik, hát ez onnastól kezdve, ez egy meghatározó típus volt az életemben. Vásárolt a Debrecenben az autópiacon egy kerekszeműt, ami a mai napig még megvan, tehát az, amit vásárolt, az a jelenlegi versenyautó, igen. És ez 2001-ben volt Berettyóújfaluban egy slalom verseny, ahol ott volt az első éles bevetésem. Hát tudni kell az autóról, hogy egy teljesen alap széria autó volt, négy Lancia felné volt rajta utcai gumikkal. Igazából úgy láttam ki az autóból, hogy a kormánykerék és a műszerfal között. Tehát annyira nem voltam még magas, hogy kilássak teljesen. És hát úgy kormányoztam le. Igazából ott indultak ezek a szájpróbálgatások. Hány éves voltál akkor? 11 éves voltam, tehát viszonylag hamar elkezdődött, csak nagyon kevés volt az a lehetőség, ahol én úgymond a szárnyaimat tudtam volna próbálgatni. És igazából nekem, miután meg lett a jogosítványom, akkor folytam úgy jobban bele ebbe az autósportba. És akkor épült át jobban is az autó, tehát pedig elég ilyen széria futómű volt, egy alapbukócső volt benne. De akkor ez már nem a családi autó volt, ez már versenyautóként. Ez már versenyautóként üzemelt, így van. Tehát voltak módosítások rajta, de nem volt benne még tolókerekes váltó, nem volt spárdifű még benne. Kicsit keményebb volt a futómű otthon, amit édesapám megfabrikált motort. Ezzel mentünk, és voltak felénk ez a jobb 33 kupa sorozat. Emlékszem rá, igen. És voltak rengeteg fordulója, ez egy nagyon, nagyon jó korszak volt szerintem, egy nagyon élhető, viszonylag kis költségvetésből tudtak versenyezni, akik ilyenre ráadták a fejüket. És hát ott voltak ezek a megméretetések, és nagyon jó mezőny volt. Rengeteg jó képességű pilótával lehetett ott versenyezni. És ezek egy gyorsaság is. Ezek egy gyorsaság is voltak. Ez vagy egy cukorgyári rakodón voltak, vagy egy nagy aszfaltos, betonos placon, vagy például voltunk, ami nem is értem, hogy engedhették meg, hogy ott mi versenyezünk, de egy rettentő jó feeling volt Hortobágyon a piac területén. Tényleg? És több forrója is volt, és rengeteg néző, rengeteg versenyző ellátogatott oda, mert egy
egy különlegessége volt ennek a kupasorozatnak. És akkor ott egy kicsit utána ez a dolog, ez stagnált. Ez az autós dolog egy kicsit úgy a háttérbe került. Motoroztam is egyébként közben. És volt egy ilyen átalakított trial motorom, amivel én bemutatókon vettünk részt, ez ilyen freestyle, meg ez a stunt riding stílust, az a folyamatos egy keréken, vagy első keréken gurultunk. Csak, hogy felszereltem tűzoltónak, hát ezt annyira nem díjazták, és hosszú volt ez a motoros korszak, mert milyen is lehetett, én már megszereztem a kis motorból jogosítványt, és míg szinte meg nem lett, vagy még utána is a autóból jogosítványom, addig motorozás éjjel-nappal, amikor csak lehetőségem volt. Sok kilométert megtettünk, és jó volt, ezek jó korszakok voltak szerintem az ember életébe. Meg ez valahogy, akik motoroznak, azok sok ilyen nevet tudnék mondani, aki szerintem aztán a versenyautóban is ügyes. Tehát, hogy ez az egyensúlyt, ugye ott jobban érzed a motornak Igen. a mozgását, azokat lereagálni, az talán a versenyautóban is egy kicsit ezzel van egy kis előnyöd, vagy nem tudom, valahogy jobban érzik a motorosok a versenyautókat. Igen, én is ezt hallom, hogy igazából mindent a hátsó tájékról érzünk, onnan kommunikál ki az agyhoz minden, és hát nyilván ez úgy gondolom, hogy csak a javamra válhatott. És akkor utána talán elkezdtél rallitúrázni, vagy nem, ez a jobb 33 után ez volt a jobb 33 következő kupasorozat után volt ez a szünet. Háttérbe merült ez a autó, vagy ez a motoros dolog is igazából, és hát hogy mégis valami legyen, akkor frissítsük fel ezt az autós vonalat, mégis nem annyira, tehát közel nem annyira veszélyes, nem büntet annyira egy autó, mint például egy motor nincs, ami megvéd, hanem ott azonnal a érintkezés van az aszfalttal, betonnal, különböző úttárgyakkal, tehát lényegesen veszélyesebb, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor valamilyen őrület az legyen meg, mert ezen nélkül nem léteztünk. Hát kevésen, mint a tűzoltóságot izgalom. Igen, ott is van egyébként, csak ott teljesen más. De ez a technikai dolog, ez mindig is vonzott. És akkor egy nagy átalakításon esett át az autó. Igazából 2015-ben lett átalakítva az autó, amikor megkapta a Sperdi Fit tolókerekes váltóra berakva, gyári kagylóülések, igen, tehát úgy egy nagyot lépett motorban is, nagyot léptünk előre, nekem azt a Kronomágot csinálta a motoromat, és innen indult el ez az egész dolog olyan szinten, hogy elkezdtünk járni a Kumadarason, volt megrendezése, kerültek, ott is egy ilyen sprint kupasorozat, és ott mentünk 2 évet, és a 2016-ban ott egész szezon tudtuk menni, és ott Lada bajnokok lettünk, és hát úgy gondoltuk, hogy emeljük egy kicsit fentebb ezt a szintet, és 2016 év végén egy marbos futamon vettünk részt. Ez a Jukóbánya parasztnyai gyorsasági szakasz volt. Igen. És hát ott is van egy jó sztori igazából, hát persze, hogy mentünk az autó, igazából megfelelt a követelményeknek, de különösebben nem voltak jó gumik, és miért imádkoztunk National az eső, mert első gumink az abszolút nem is volt. Hát természetesen mi volt, leesett az eső, és akkor már kapcsolatban voltam a Kronomákossal és a Kovács Zoltánnal is, a
ők más országba mentek, és rengeteget segítettek, rengeteg tapasztalatot nyújtottak nekem. És hát tudta a Kovács Zoli is, hogy van egy nagyon jó pszichológia, hogyha egy ilyen fiatal srácnak megvágjuk a szliggumit esőmintára, teszünk bele, mint akkor azt tapadni fog. És hát én ezt teljes mértékben el is hittem. Hát nem tapad semmit. Igaz, jó fehér aszfaltos. És hát, hát azt túl kellett élni. Túl kellett élni, és akkor akkor azt, aki oda-vissza gyorsságít az esőbe, és hál' Istennek száradt fel a pálya. Mondta Zoli, hogy akkor ezt hagyjuk ezt a dolgot. Volt neki ott négy darab viszonylag jó Yokohama 2S-es, ez a középkemény gumi, és akkor azt gyorsan feltettük. Hát teljesen más világ volt ez az egész. És onnastól kezdve jöttünk fel-fel a mezőnyre. Jó. Jó tanuló pénz volt, tehát ott meg tudtam mutatni igazából a fogafehérjét, ez a sport, hogy ha nincsenek azok a megfelelő háttér, akkor nem is lesznek azok az eredmények. Tehát ezt el kell fogadni, hogy nem egy olcsó sportról van szó. És csak akkor tudunk igazából magunkkal szemben is egy olyan elvárást felállítani, hogyha minden körülmény adott, és minden megvan ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el. És 16, de az a kemény, azon gondolkoztam, hogy a 2016 az még csak 3 év volt. Igen. Tehát, hogy itt nem ilyen nagy évtizedek múltról beszélünk, hanem tehát ez 3 évvel ezelőtt is történt. Igen. Viszonylag nem sok kilométer van bennem, de úgy gondoltam, hogy szeretném ezt csinálni, és a napjaim csak erről szóltak, hogy ezt lehetővé tegyem magamnak. Nyilván rengeteget köszönhetek édesapámnak, ő nagyon-nagyon sokat segített, meg igazából ő indított el ezen a pályán, tehát nélkül ez nem jöhetett volna létre. És viszont mindig az volt előttem, hogy nekem ezt valamiért csinálni kell, és teljesen mindegy, mibe kerül, mennyi áldozatot kell hozni, csak legyek ott bármilyen formációban is. És ahogy letelt ez a 2016-os szezon, egy nagy szabálymódosítás is volt itt a amatőröknél is, vagy főképp az amatőr bajnokságban, amikor a bukócsövet szigorítottak, meg különféle előírások a tűzoltó rendszeren keresztül a homológ, vagy lejárt homológövek, ülések, ruházat. És akkor éreztem azt, hogy nekem ezt ki kell hagyni egy évet, hogy utolérjem magamat, és az autót fel tudjam készíteni abba a stádiumba, hogy akár sprinteken, vagy egy rally másodosztályban is el tudjunk indulni. Viszont, hogy ebből a vérkeringésből ne maradja ki, hát roppant jókor jött egy olyan felkérés, amit nagyon köszönök a Kronom Ákosnak, hogy üljek be neki navigálni a 2017-es szezonra. ORC-be kétkerék meghajtásúak között mentünk a Skoda Fabiájával. És hát életemben nem volt még semmi fajta ilyen meghatározó élmény, hogy én most valaki mellett üljek és navigáljak. Igazából egy teljesen más dolog vezetni, navigálni, de úgy éreztem, hogy ebből a vérkeringésből nem maradja ki, és bármilyen áron is, vagy módon is ott tudjak lenni ebbe a közegbe. Egyértelmű volt, hogy igent mondtam, és hát vágjunk bele, és megvettem a füzeteket, elképzeltem azt, hogy én jobb oldalt ülök, és a videókat nézegetve ezt hogy fogom megvalósítani. Hála a mi nagy szerencsém, hogy az Ákosnak rengeteg tapasztalata van, tehát ő is több mint egy 20 éves múlttal rendelkezik itt az autósportban, és azért fél szemmel mindig ott volt mellettem, mikor mentünk az etap szakaszokon is, vagy a pályafelírásban is, és rengeteget tudott segíteni, hogy én ezt hogy adjam át neki, mi a sémája, mikor mi következik. Úgyhogy ezt nagyon köszönöm neki, ez egy jó beugró volt is a jelent nézve. Zöldfülőként, de azért némi tapasztalata már rendelkeztünk. Hát meg megismerted a pályákat is, nem? Igaz, hogy egy méterrel arrébb ültél. Igen. Szerettél volna, de hát azért akkor is ott voltál egy Szombathelyi rallin, ott voltál egy Veszprémben, nem? Tehát, igen, igen.
Az az érdekes, hogy én navigátor szemmel és onnastól kezdve tudatosult ez bennem, mikor a mostani jelenlegi navigátorom is, a Hanyik Geri mondja, hogy érti ő ezt a dolgot, csak nyilván mikor diktálom neki fel a pályát, akkor ő neki nagyon kevés momentum marad meg, és ez nagyon hasonlóképpen volt nálam is. Voltak foszlányok, nyilván tisztában voltam, hogy hol vannak a szerviszparkok, az etap útvonalakat, azok nyilván sokkal többet fel tudtam nézni, és az eseménybe belemerülni. Amikor ott voltunk a pályafeliráson, akkor hát igen, nagyon gyorsan karcolni kellett, mert az Ákos az aztán pergette lefele a kanyarokat, de tehát akkor is egy jó, nagyon jó alappal indultunk. Tehát nagyon jól felkészített azokra a dolgokra, amikkel aztán szembesültünk más sofőrként. És igazából az volt, hogy én tudtam segíteni a Gerének rengeteget, és nagyon jól kiegészítettük egymást, én úgy gondolom. Hát én azt hiszem, hogy az is nagy dolog, hogy el tudtad engedni azt az évet. Tehát, hogy reálisan tudtad látni, tehát, hogy nem minden áron csináltad, nem az volt, hogy inkább mész egy vagy két versenyt, hanem igen. Nem azt tudtad mondani, hogy ez most... Azt éreztem, hogy tehát ami az én fizetésem, meg amit a család is tud segíteni, ahhoz egyszerűen egy megállt kell parancsolni. De úgy gondolom, hogy megérte, még ha nagy erőfeszítés volt, meg soha nem volt egy fillér se, de talán azt tudom mondani, hogy most már ezek az áldozatos munkák, ezek talán megérte beáldozni ennyit. Nem mindenképp. És akkor a 2017 év végén Ákossal bajnokok lettünk a URC két kerék meghajtásúak között. És hát én már akkor ott a szezon vége felén ecseteltem neki szép óvatosan, hogy nagyon köszönöm azt, amit tett értem, meg azt, hogy rám gondolt, és amit átadott, az nekem nagyon nagy segítség. De én mégiscsak a bal oldalt érezném igazából jobban magamat, és van egy ilyen tervünk, ezt véghez szeretnénk vinni. Teljes mértékben megértette a helyzet, és azóta is nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Keresjük egymást, hívjuk egymást telefonon. Meg hát egy barátságról van szó. És tudta ő azt, hogy nekem mi az álmom, mi a vágyam, és abszolút segített, támogatott ebben. És hát a másik dolog, amit azt meg a Hanyik Gerinek köszönhetek, hogy ő ösztönzött, mert nem állt teljesen még készen az autó a 2017-es szezon végén. Voltak még elmaradások. És mondta, hogy induljunk el ezen a szilveszterrel, hogy hidd el, hogy ez egy jó alap lesz, egy jó tanuló kis verseny is lesz, jobban belátunk ebbe az egész dologba, csak egy hosszabb távról van szó. Új az autó, mi nagyon sok minden, inkább itt adja ki a fog a fehérjét, mint az, hogy elindulunk Egerbe, és ott lesz egy olyan úgymond ismeretlen autó, indulunk el, hogy nem tudjuk, hogy mi jöhet még ki, mi az, ami még esetleg módosítani, vagy változtatni kell rajta. És nagyot nyeltünk, nem volt még hátsó futóművem, egyik nagyon jó barátomtól, a Kalmán Orbitól, ő nagyon sokat segített ahhoz, hogy létrejöjjön ez a Szilveszter Rally. Kaptunk szervizautót, trélert, csak menjetek fiúk, csináljátok, ez az álmotok, ez a vágyatok, akkor ezt hajtsátok végre. És jó volt, ez most már egy utólag nagyon jó benyomás volt ez számunkra, mert egy népes mezőnybe viszonylag jó helyen értünk be, úgyhogy igazából a feltétel ott sem volt még teljesen ott, mert elő voltak jó gumiaim, hátul még kevésbé. De mégis való ott tudtunk lenni az elejébe, tehát úgy éreztük, hogy talán fel tudjuk venni a ritmust itt a helyi, meg a környező helyeken. Szóval tehát úgy próbáltunk egy kicsit kitörni ebből a
a bihari vonalból. Hát nagyon, én úgy emlékszem, hogy talán abban az évben volt a legtöbb lada. Nem valami nagyon rengeteg, száz fölött volt. 150 felett volt. Tényleg rengeteg, tényleg rengeteg. Uh-huh. Lehet hülyeség mondani, de 100 felett volt, azért sok lenne. Igen. Jó, jó kis mezőny volt. Igen. És ez 2017 vége. 2017 év vége, igen. Tehát két szezonnal vagyunk a mostani előtt. Igen. És akkor elkezdtük. És a kereklámpás ladáról beszélünk. Igen, igen. És akkor jött a 2018-as szezon. Úgy vágtunk igazából neki, hogy, hogy amennyit tudunk, amennyi támogatás és a saját erőnkből amennyit tudunk, próbálunk ott lenni kifejezetten csak az aszfaltos futamokon. Rally 2-ben. Rally 2-ben. Murva szóba se jöhetett, mert tudtuk, hogy olyan, olyan kárt, olyan, olyan alkatrészek semmisülnek meg, amit pótolni rengeteg, rengeteg pénz is el is engedtük, tehát ezzel nem is foglalkoztunk. És hát Eger volt az első futam, ami, amit rettentően vártunk. Azt is éreztük, hogy, hogy jók, jók a feltételek, tudtunk új gumikkal menni, viszonylag egész jól összeállt az autó. És hát ez a negyedik gyorsaságig volt ez a, ez a, ez a, az úgymond a repülés, meg a boldogság. Tönkre ment a motorunk, és hát ott már az elején félre kellett állni. És akkor úgy elgondolkoztunk, hogy hűha, ez biztos, hogy mi bírunk ezzel a, ezzel a másodosztállyal. Nyilván jött egy olyan anyagi balsors, ami, ami, amire abszolút nem számoltunk. És hát ez egy kicsit úgy meg is pecsételte, kihagytuk a Miskolc rallit, és majd, majd a Székesfehérvár rallin tértünk vissza. Természetesen ez is úgy volt, hogy az Ákos csinálta a motoromat, és mondtam neki, Ákos, ha tudsz abba segíteni, hogy ezt majd több részletbe kiforgatjuk, akkor, akkor megy a dolog, de amúgy, amúgy szerintem ez, ezt akkor itt, amilyen nagy lendülettel kezdtünk ennek az egésznek, akkor ezt abba is hagyjuk, mert ezzel nem számoltunk, igen. És hát természetesen Ákos az mondta, hogy fiúk, meg fogom csinálni. Ezzel most nem foglalkozott, csak menjetek, menjetek, csináljátok. És Fehérváron mondhatni egy új motorral tértünk vissza. És hát ott indult el, talán úgy gondolom, hogy, hogy jó eredményt is értünk el a Lada kupában, ott, ott úgy éreztük, hogy van keresnivalónk. És hát ez egészen... úgy megvolt ez a lendület, kitartott egészen év végéig. Aztán még mentünk a mentünk egy Ósalgót. Jól mondom a sorrendeket, Ósalgó volt nekünk a Salgó. Igen. Mint másodosztálynak volt a Baranya kupa és a Nyíregyháza rally. Igen, így volt, így volt. De ebben a Baranya az hamarabb volt. A Baranya, ja, a Baranya kupa hamarabb volt. Igen, igen, igen. És emlékszem rá, hogy a Nyíregyháza az már végső, ott már összekapartatok mindent, amit lehetett a büdzsébe, ugye? Fú, az, az, az tényleg, hát természetesen évvégére fogy el mindig a lendület általában, és vezettük a bajnokságot, és tényleg azt éreztük, hogy itt vagyunk a kapuban, és egyszerűen nem tudunk átmenni rajta, mert tényleg annyira ki semmisszünk mindenünket, hogy, hogy nem is tudom, hogy hogy fogjuk ezt abszolválni, de muszáj menni. Tehát menni kell, mert tehát itt ezt nem adhatjuk fel. És hát szerintem, aki élt és mozgott körülöttünk, az mindenki valamilyen formációban azon volt, hogy, hogy, hogy ez, ez meg tudjuk csinálni. És nagyon köszönöm minden támogatónak, aki, aki akkor ott mellettünk álltak. Lehet ezt nevezni a jelen legi partnerünk is, a Lisztes Transznak, valamint a Millerszeseknek. Ők
Sőt, pont a Miller szállt be év végén, akik nagyon nagyot lendítettek ezen a dolgon, és azóta is nagyon jó partneri kapcsolat van, és nagyon köszönöm nekik, hogy ebben a végső stádiumban is kitartottak mellettünk, és láttak bennünk potenciát, fantáziát. Ez a sporthoz úgy gondolom, hogy kellenek. Tehát ha csak tényleg nem egy olyan egzisztenciából jön az ember, hogy jó az anyagi háttér, akkor sajnos ezek a támogatók ezek elengedhetetlenek. Akkor így sikerült mennetek az utolsó futamon is, és megnyertétek a Lada kupát, ugye? Megnyertük a Lada kupát, és igazából az éves értékelésben utána abszolút hatodik hely környékén zártunk, tehát álmomban nem gondoltam volna, se a Geri se én, hogy itt már az első újonc Rally 2-es évadban ilyen eredményt fogunk elérni. Szenzációs volt, tényleg. Tehát leírhatatlan volt az, hogy már egy újoncként tudtunk ilyen eredményeket produkálni. És hát azt még azért hozzá kell tenni ez az egész dologhoz, hogy a Kós András, aki a Race1.net oldalt üzemelteti, ő állt mellénk már igazából a Baranya Kupa előtt már megvolt ez a kontakt, és folyamatos kapcsolat volt, és ő látott el minket nagyon jó taktikai lépésekkel, folyamatosan kommunikáltunk minden gyorsasági után, hogy állunk, mert nyilván nem tudtuk mindig nézni, és ez kellett ahhoz, hogy ezek a apró kis segítségekkel előre vigyen minket. Ne az, hogy esetleg belehajszoljunk magunkat egy olyan hibába, ami aztán tényleg végzetes. És hát ez olyan szinten meglett ez a kapcsolat, hogy ez a sikeres év után úgymond a szárnyai alá vett minket, és neki is volt egy nagy álma, egy terve, hogy hozzon létre egy olyan csapatot, viszonylag egy újonc pilótával, akivel talán még esetleg valamiféle fajta eredményt tud is produkálni. Hál' Istennek meglátta bennünk azt, hogy meglátta azt a, nem is azt mondom, hogy tehetséget, hanem a jó képességet, amiből ki lehet kovácsolni bármit is. Hát meg én azt gondolom, az alázatot is. Tehát, hogy van egy-két jó képességű pilóta, meg van olyan, akiben van alázat a rally iránt, a tisztelet a többi ember iránt. Igen, ezt úgy gondolom, hogy ezt sose szabad elfelejteni. Nekem az egyik nagy példaképem ezzel az alázattal kapcsolatosan a Bútor Robi. Az, hogy neki is több mint 20 év pályafutása mögötte is, pont itt ült igazából, és néztem a riportját. Egy talpig úriembernek gondolom, és így amennyit látok belőle, és hatalmas alázattal van mindig ezután a sport iránt. És ezt úgy gondolom, hogy ez csak így lehet, ezt az egész dolgot. És amit azt látok még, hogy egy rettentő precíz ember is. Tehát ez így, ez a kettő egyveleg, ez csak jól sülhet, én úgy gondolom, de hát ő be is bizonyította azért. Igen, de én azt hiszem, hogy a Hevesi Pistivel talán pont rólad is beszéltek. Amikor arról a néhány emberről beszéltek, akiről egyre kevesebb van. Úgyhogy ezt jó hallani, ezt én azt is gondolom, hogy itt jó az így a folyamban, hogy te vagy most itt. Úgyhogy beszéljünk akkor az idei évről. Ugye tele voltatok nagy tervekkel, és a Mitsubishi volt, ugye? Az első. Így van, így van. Egy NS Mitsubishi. Úgyhogy te, ahogy elmondtuk, 2016-ban kezdted el újra ezt az egészet, és akkor már ez a kereklámpás Lada. Így van, így van. Képes volt, és 17-ben mentél egy szezont, 17-ben navigáltál egy szezont, 18-ban pedig a kereklámpás Ladával megnyerted a Lada kupát, és akkor egy Mitsubishi. Jött egy Mitsubishi, igen. Hát amiben igazából abszolút nem hittünk olyan szinten, hogy én az autót az teljes mértékben a
2019-es szezonra én felkészítettem. És máj napig ott áll a garázsba. Amit most árulsz. Amit most árulok, fájó szívvel. És az autó ott áll versenykészen igazából. Tehát minden egyes olyan momentumát megcsináltam, amit úgy láttam, hogy ezt meg kell csinálni. Beteges szinten. És hát ott áll. De nem kellett, hál' Istennek, pedig tényleg nem hittünk ebben a dologban, és az András, a Kós András, ő mondta, hogy fiúk, akkor március elején akkor jönni kellene egy tarrosi tesztre, mert a Mitsubishi az rendelkezésre áll, csak ki kellene próbálni. És hát ez olyan örömhír volt, hogy madarat lehetett volna velem fogadni. Ha igazából visszagondolunk, még mai napig is hihetetlen, hogy mi ahonnan indultunk, egy ilyen közegbe tudunk versenyezni, egy ilyen színvonalon. Ezt magunk erejéből mi ezt nem tudnánk ezt művelni, csinálni. És hát ezt örök hálával tartozunk neki. Úgy gondolom, hogy ez talán azt mondom, hogy a magyar rally történetében is egy kimagasló, hogy ő ezt eltervezte, hogy ezt megcsinálja, és felkarolt egy olyan párost, aki azért tényleg nem a gazdagságba dúskált, hanem úgy próbált. Az ország másik végéről. És ráadásul az ország másik végéről, így van. Tehát ország egyik vége, másik vége. Jó, de hát van ilyen szerencsére. Hál' Istennek, ilyen szerencsés embernek tartom magam. És hát azt kívánom, hogy még nagyon sok akár fiatalnak, vagy olyan tehetségnek, vagy jó képességűnek legyen ilyen lehetősége, mert azért még lenne itt, én úgy gondolom, nagyon sok jó képességű, jó kezű pilótával van ez a magyar Magyarország ellátva. És hát reméljük, hogy e példán okulva még esetleg más is ilyen hajlandóságra képes, hogy kikaroljon, vagy ki emeljen valakit egy ilyen közegből. Aztán, bocsánat, tehát ugye volt a teszt, utána mentetek Orfűn, tök jó időket mentetek, így mindenki meglepődött, hogy hello, mi van. Nem Orfűn, hanem Jukóbányán. Ja, Jukóbányán mentünk, igen. A teszt után Jukóbánya volt még egy ilyen igen. lehetőség, hogy szokjunk össze az Eger Rallyra, azért mégse úgy üljünk be, hogy abszolút zöldfülőként egy métert nem menve az autóval. És hát hál' Istennek az is egy rettentő jól indult, hiszen megnyertük a kategóriánkat. De hogy gondoltuk mi, hogy mi labdába tudunk rúgni, egyszerűen nem is volt semmiféle fajta elvárás, csak hogy szokjunk össze az autóval, és folyamatosan építsük fel ezt a lehetőséget, ha már megkaptuk. Csak az a helyzet, amikor megkap egy ilyen lehetőséget az ember, azért ugyan vele, hogy fú, ez egy vissza nem térő alkalom, és hát itt most meg kell mutatni azt, hogy mire is vagyunk képesek, mert lehet, hogy nem lesz több ilyen adóásza az embernek igazából. És hát sajnos ez a hív, ez egészen a Miskolc Rallyig tartott, ahol Egert nyertétek. Egert nyertük, majd jött a Miskolci futam, és nagyon hamar véget vetettünk, amit rettentően bánok, mert a szívem csücske a miskolci pályák. Viszonylag közel van hozzá, hát viszonylag egy 150 kilométerre van tőlünk a miskolci pályák, és hogy Ákossal mentem már, mint navigátor, és fantasztikus volt a jobb oldalt is ezeken a pályákon menni. És ezt rettentően vártam tényleg, egy álom vált valóra, és hát az álomból hirtelen a pokolba keveredtünk, ha lehet így nevezni, mert hát ott nagyon hamar beestünk a fák közé. De utána még össze is törték. És utána még ráadásul tetézve ezt a bajt, még ránk is esett egy másik autó, az még pluszba görgette az anyagi vonzatot felfele. És hát nagyon úgy éreztem, hogy ezt a lehetőséget én ezt eldobtam magamtól.
És hát ott eléggé magam alatt is voltam, hogy adott az élet egy ilyen lehetőséget, és nem éltem vele, nem. Nagyon hamar az elején akartam megmutatni azt, hogy mi erre képesek vagyunk, és felnőttünk a feladathoz. És talán úgy gondolom, hogy nem is volt meg a kellő tisztelet az autó iránt. Pedig mondták, rengetegen mondták, hogy vigyázzunk vele, egy nagyon sunyi, alattomos autó tud lenni. De viszont, hogy ezeket a korlátokat, meg ezekkel a benyomásokkal, tapasztalatokkal számol az ember, akkor egy fantasztikus autó egyébként. Tehát egy rettentő barátságos, megbízható autó, viszont hogyha az ember túlvállalja vele a igen, dolgokat, akkor nagyon kétélő tud lenni. Igen. Nagyon hamar meg tud büntetni a súlyából adódóan. Meg hát Egy gyors. Nagy tömeg. Egyszer csak ott vagy már, és azt veszed észre, hogy tök igen, gyorsan jössz, és el és kéne kanyarodni. Nincs benne zörömbölés, nincs különösebben benne semmi munkazaj, mint egy zsiguliba. Tehát ott folyamatosan, mikor már érezte az ember, hogy nagyon ott a magas forgalomszámtartományunk, akkor ott minden, ami létezett, előjött benne, és tudtuk, hogy ott már gyorsan megyünk. Itt viszont, meg viszont súlyomat, itt ez, ez nagyon, nagyon becsapott minket, és hála Istennek tényleg nem győzöm ezt a két támogatónkat, a Lisztes Transzot és a Millerseket, a Millers olajosokat hangsúlyozni, mert ők ott voltak mellé, teljes mellszélességben, és tartottak bennünk a lelket, és mondták, hogy ez sajnos benne van. Nyilván az anyagi kár az nem kevés, de ha elindultunk ezen a célon, akkor ezt egyszerűen véghez kell vinni. És hát nem volt egyszerű felállni egyébként egy ilyen esés után úgy, hogy az önbizalmunk is meglegyen, és menjünk is, és azért a kategóriában is ott helyt tudjunk állni. De menni kellett, úgy gondoltam, hogy most elmenekülnék ettől a lehetőségtől, meg én azt mondanám, hogy hát én nem ülök többet ebbe az autóba bele, mert történt ez. De igazából előttem nem fordult nagyon ilyen elő. Tehát én különösebben nem nagyon törgáltam az autókat. Voltak apró kis koccanások, hogy szalakorláthoz egy kicsit odaértünk, rácsúsztunk egy fatuskóra, de mentünk is tovább, tehát nem voltak ilyen benyomások, hogy itt most vége, és itt nagy az anyagi kár. De egyszerűen azt kellett magam előtt tartani, hogy gyáva lennék, hogyha ezt én csak így feladnám. Fel kell állni, és meg kell mutatni azt, hogy igenis mi erre képesek vagyunk, és meg tudjuk ülni ezt a lovat. És jött a Székesfehérvár, ahol újból kicsi önbizalmat megint visszanyertünk. Hál' Istennek megint bajnoki értékelésben a kategóriában ott elsők tudtunk lenni. És hát egy ilyen hullámvölgybe keveredtünk, nyertünk, majd egy dobós verseny, és utána megint nyertünk. És volt egy ilyen tesztversenynek szántuk ezt igazából az András, felkészülve a Mecsek Rallyra. Ismerjük meg ezeket a Pécs környéki pályákat, még tüzetesebben a gyorsaságikat, még ha csak ellentétes irányba is megyünk rajtuk, vagy valami kis részt érintünk benne, legyen mégis valami fogalmunk, hogy azért azok a pályák azok nagyon nem játék. Jól mondják, ez a déli régió nem játék, de ez tényleg így van. Nagyon komoly pályák vannak ott. És jött ez a Baranya Kupa, ami hát megint egy rémálommá vált. Nagyon hamar véget vetettünk a versenynek. Majdnem egy teljesen hasonló töréskárt produkáltunk. És akkor ott volt bennem tényleg egy olyan törés, hogy ezek után mi legyen, vagy hogy csináljuk ezt, vagy mi a gond, mi a probléma. És magamba kerestem hibát, de hát ki másba is tudnám keresni, magamban én vezettem az autót, én nem tartottam, én nem tiszteltem az autó határait. És rengetegen elbeszélgettek velem, és úgy gondolom, egy kicsit helyre rakták az agyamat, hogy
hogy miről is szól igazán ez a rally első osztály. Hogy nem a verseny első gyorsaság ilyen kell megnyerni ezt a versenyt, hanem ezt egy nagyon okos gondolkodással, okos taktikai felépítéssel fog ez megkamatozni és bevinni a célba. Azon is csodálkoztam egyáltalán, hogy András szólt, hogy srácok, nem egyszerű a helyzetünk, nagyon nem egyszerű a helyzetünk, de továbbra is bármilyen hihetetlen a partnerek mellettünk vannak, és menni kell, és csináljuk meg ezt az évet. És akkor úgy voltam vele, hogy ha már meg előlegezték nekem ezt a bizalmat továbbra is, akkor itt nincs még egyszer lehetőség, hogy én ezt eljátszam, és nagyon komolyan folyamatos kapcsolatban voltunk. Amúgy is a navigátorommal szinte nincs olyan nap, hogy ne beszéljünk, és nagyon sokat tudtunk előre lendíteni ezen a holdponton. Nagyon sokat segített rajtam, kibeszéltük, elemeztük a dolgokat, mert nyilván a többi ember is, a családon belül is, azért még hogyha ők már nincsenek is olyan komolyan, mint a rally másodosztályban, ott ez a kis család volt körülöttünk, mint a szervizesek, mind a ellátó egység, ugye a csajok által a szülők, tehát egy kis család volt. Viszont az az igazság, hogy a partnerekkel is, a jelenlegi partnerek is egy ilyen kis család vagyunk igazából, úgy, mint az András, a Liszteség, a Millerszesek, egy ilyen kis családi közeg van, és ők vittek előre ebben az egész dologban, hogy helyre rázták az agyamat, és igenis, ezt meg tudod csinálni, mert van benned potencia, csak nem érettél meg még a feladatra. Uh-huh. És hát aztán teljesen más irányba közelítettük meg onnastól kezdve ezt az egész versenyzést. Nem volt egyszerű ennek ellenére továbbra. Tehát tudtam nagyon jó, hogyha még egy lehetőség adott az élet, akkor harmadik az biztos, hogy az nem lehet. Tehát, érezted is a versenyzésen? Tehát, hogy éreztem. Szűkebből lettek felírva. Igen, megemeltem amiket úgy gondoltam, hogy egy bal kettő, az inkább az egy bal három tempó legyen. És teljesen átíródott minden igazából. Érződött is egyébként. Hozdon már érződött? Hozdon érződött ez az egész történet. De nem baj. De hát nem baj. És onnastól kezdve kopintott tényleg a fejemre az élet, hogy ezek után, a töréskárok után, hogy ezt egyszerűen, ez csak így lehet érett gondolkodással előrevinni. És hát végül is Ós-Salgón ott második helyen zártunk, jól emlékszem, vagy második, vagy harmadik helyen. Gyűjtöttétek a pontokat. Gyűjtöttük a pontokat, tehát az volt a cél, hogy számogattunk, agyaltunk az Andrásom is ebben nagyon nagy spiller, úgy gondolom, hogy ebben a taktikázásban, a számogatásban. És ő mondta azt, hogy nem kell erőltetni, fiúk, hanem inkább vigyük be egy biztos helyen, és így építsük fel ezt az egész bajnokságot a továbbiakban, hiszen voltak pontjaink, és sokat is eldögtünk, de nem veszett a dolog. Uh-huh. És igazából az Ós-Salgó után a Mecsek Rally volt az, ahol úgy gondolom, úgy tényleg ott voltam, és éreztem azt, hogy ott vagyok fejbe, és tudom azt, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy be tudjuk vinni az autót, úgy, hogy még akár eredményesek is lehetünk. Pedig egy nagyon szélsőséges körülmény volt a Mecsek mindenféleképpen. És jó volt. Élveztem, hiszen megvolt az a mezőny ugyanúgy, tehát ezek aki pilóták, akik ott vannak, ezeket nagyon nem kell lebecsülni, hiszen őrült tapasztalattal vannak a háttérben,
És ami igazán megtanított erre az egész dologra, az, hogy ez a sport csak az alázat és a munkával hozza meg a gyümölcsöt. A meccsek rallén indult a Lajtai Zsolt. Hát egy nagy, nagyon híres legendáról beszélünk, úgy gondolom, szerintem a rallis közegnek nem kell bemutatni. Viszont én annyira nem voltam képbe, hogy ő pontosan ki is. Úgy derengett a neve, de pontosan nem tudtam, hogy ő kicsoda. És hát mondták nekem, hogy nagyon kell számolni az emberrel, mert igaz, hogy 62 éves életkor ellenére, higgyük el, hogy nagyon kiegyensúlyozott, és egy teljes ambícióval megáldott még a mai napig ember. Igen. És hát ezt én ugye kicsit olyan komolyan is vettem, meg nem is. Majd mikor lejöttünk az első gyorsaságiról, és hűha, ez az ember, ezzel nagyon számolni kell. És ott volt igazából teljesen, ott tudatosult teljesen bennem, hogy tehát ez a hűbele Balázs módjára, ez így nem működik ez az autósport. És ezenek az embereknek nagyon komoly tapasztalatuk van, és azért tudnak még ennyi idősen is ezekből táplálkozni, mert őrült nagy rutinjuk van, és menni kell 5-6 évet minimum ahhoz, hogy az ember megérjen abba az időszakában, hogy akár képes legyen egy magyar abszolút értékelésben is helytállni. Talán addigra szerez annyi tapasztalatot, hogy esetlegesen, hogyha megvan a képessége, akkor versenybe tudjon szállni a hiába egy fiatal titán az öreg rókák ellen. Mert olyan tapasztalat van a mögöttük. Uh-huh. És hát nagyon sokat beszélgettünk a Zsolttal, és folyamatosan kommunikáltunk az egész verseny alatt, és de számomra ez egy akkora lendületet és akkora alázatra tanított meg, hogy ennyi idősen is ezt az autósportot ezt így tudja kezelni, akkor ez nekem kutya kötelességem, hogy ennyi idősen, amit csak tudok, tanuljak, és folyamatosan fejlesszem magamat, mert ez így lesz majd egy kerek egész. Uh-huh. És azóta is tartjuk egyébként a kapcsolatot. Fantasztikus ember egyébként, tényleg. És ezután a végkísért, én úgy gondolom ezt a hátralevő futamot, még a Nyíregyházai versenyt is. Jól zártunk a meccseken, pont, hál' Istennek annyi pontot is tudtunk szerezni. Részben az ellenfeleknek a kudarcából adódóan is más alakult volna, ez lehet, hogy egy Nyíregyháza rally sokkal feszítettebb lett volna, de ez a rally, ez ilyen, mi is voltunk lent, ők is mély vízbe voltak, és egy olyan pont előnnyel tudtunk odaérkezni Nyíregyházára, hogy tényleg egy olyan... Nem kellett feszíteni. Nem kellett feszíteni, igen. Aha. És csak egyben épségben meg kellett hozni az autót, és igen, hál' Istennek így meg tudtuk igen, szerezni. Igen, néztem, és akkor megvan a bajnoki cím. És megvan a bajnoki cím. Hát első szezon, az első osztályban, és hát nem csoport, vagy production cup, vagy mindegy, hogy hívjuk, de az NS autók között. Gratulálok, én azt hiszem, nagyon szépen ez, köszönjük. Még nekünk is hihetetlen igazából. Igen. De ez mindenképp jó. És hova lehet tovább menni? Hát jó, tudjuk, hogy hova lehet tovább menni, de mi az, amit te látsz a következő lépésnek? Én tudom, de hogy mondd el, légy. Igazából nagyon sokat beszéltünk, hogy hogyan tovább maradjunk ebbe az N csoportba, vagy lépjünk olyan szinten fentebb, hogy próbáljunk ki egy ilyen kis 208-as Peugeot esetleg, vagy egy C2-es, tehát egy gyárépítési autót, hogy mit lehet azzal, mit tud az esetleg mutatni egy Mitsubishihez képest. Viszont az Andrásnak van egy nagy terve, amit remélem, hogy képesek tudunk lenni megvalósítani. Ez egy hosszabb távú folyamat, és ő azt látja, hogy mindenféleképpen maradni kellene az összkerék meghajtásnál, viszont egy egyen fentebbi
nem is az, hogy típus, hanem egy fejlesztett verzióját, a Mitsubishinek ez az R4-es változatot próbálják erőltetni, ami még költségvetésben talán nyilván magasabb, de nem annyival magasabb, mint egy, akár egy R5-ös autó, vagy ezek a kis Peugeot is. Úgy gondolom, hogy az szinte egy ilyen 208-as Peugeot-nak az üzemeltetése nem sokkal kevesebb, mint egy ilyen R4-es autó, viszont a hosszú távú tervbe viszont jobban belélik a képbe ez az összkerék meghajtás. Meg ezzel talán abszolút más kicsit kell előre levetvénelni. Így most már azt tudom mondani, amennyit mentünk az autóval, hogy leírhatatlan. Tehát annyival teljesen másabbul mozog az autó, sokkal jobban kommunikál vissza, másabbak az üléspozíciók benne, könnyebb az autó, és hát bődületes a teljesítménye. Tehát ez tényleg egy igazi fegyver. Uh-huh. És az orrfűi bajnokavatón, az orrfű magyar hertelendén volt lehetőségünk kipróbálni ezt az autót, és hát annyira kommunikál az autó tényleg, annyira teljesen másabb. Megmerem kockáztatni, hogy egy NS autót nehezebb vezetni, a kicsit széria felé hajazó futóművel, meg a nehezebb súlyából adódóan sokkal később kommunikál vissza az autó. Pont ezekből adódóan, hogy nincsenek benne azok a motorsportos, úgymond a rally ártos fejlesztések, hanem az még inkább az utcaihoz. Uh-huh. Tudjuk nagyon jó, hogy egy utcai zsiguliból is átülünk már csak egy ázsiguliba, és hogyha nem is az autót vezetnénk. És azt tudom mondani, hogy van benne potencia, viszont hát ezt is nagyon okosan kell felépíteni, úgy gondolom, sokkal okosabban, mint ahogy kezdtük ezt jó, az évet. De ezek a pofonok kellettek is, nem? Úgy gondolom, hogy kellettek. Tehát, drága pofonok. Drága pofonok voltak, és nem is büszke erre az ember, de egyszerűen sajnos így de hát, Tamás, koppint rá az élet. Annyira rövid ez az ív, amit eddig amin elindultál, hogy annyira az elején vagy még, hogy lehet, hogy pont jókor jöttek ezek, nem? Igen, mindenféleképpen, mert lehet, hát az, hogy jobban jött, azt talán azt mondom, hogy ez sosem jó igazából, de itt talán hamarabb megtanított arra a taktikus gondolkodásra. Lehet, hogy például nem lett volna ez a verzió, mert mentünk volna már az első perctől kezdve, és pont amikor kellett volna amikor a taktikai érettség kell egy versenyhez, na ott jött volna az ki, hogy ez nincs meg. És akár lehet pont ezáltal buktunk volna el egy bajnokságot. Aha. Aztán mentetek Murván is ezzel a kocsival. Én emlékszem rá, az Orfi talán pont én írogattam az interjúkat, és emlékszem rá, hogy tényleg minden gyorsról úgy jöttél le, hogy mosolyogtál, és hát csak arról beszéltél, hogy ez az autó szenzációs. És utána láttam mentetek ezen a rally show-n kint, ugye, és igen, a horvát néztem a belsőt, utam. És ott látszott, hogy már össze vagytok barátkozva. Tehát, hogy itt már nem az volt, hogy a meglepődés, hanem kezelted az autót. Igen, mikor legelőször bele tudtam ülni ebbe az autóba, akkor azt éreztem, hogy fú, itt vagyunk, megérkeztünk, ez tényleg egy ízig-vérig gépezet. És rettentő jó indulatú autó. Annyira, mint ahogy említettem is, tehát hogyha azokat a határait az autónak betartja az ember és tiszteli, akkor viszont egy nagyon jó kezelhető, nagyon, nagyon jól tehető-vehető autó, és főképp Murván, tehát szerintem aki már Mitsubishivel valaha is ment, és megkérdezi az ember tőle, hogy hát mégis hogy érezted magad vele Murván, akkor mindenki el van álljóba tőle. És én is ugyanezt tudtam mondani. De akár most élő példa, a Vizeli Karcsi is igen, most próbálta, jelenti. És nagyon úgy jól érezte magát benne. Vele. Igen, igen. 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 Jó lesz ez szerintem. És akkor a jövő évről azt sejthetjük, hogy szeretnénk ezt az R4-es vonalat erősíteni.
Ezáltal nagyon úgy néz ki, hogy az ORC-ben. És Kemény hát az ORC ide, nagyon kemény kemény. volt. Az bizony nagyon kemény. Jó, igazából szerintem jó volt az egész bajnokság. Tehát jó volt a Igen. Pionkupa, jó volt az ORB, és az ORC Meg, is megvoltak megerőzött. azok a Mindenhol, csaták, amik mindenhol. tudták előrevinni az embert minden kategóriában. És hát adja Isten, hogy Így legyen. ez a terv ez tényleg valósuljon is meg. Vannak jó kezdeményezések ezáltal, meg vannak jó előrelépések már ezzel kapcsolatosan, úgyhogy bízunk benne, hogy ez létre Jó, fog hát jönni. szurkolunk. Legyen, szeretnénk látni Ámen. titeket. Legyen így. Még néhány mondatot beszélj magadról, légy szíves, mert ez a tűzoltónál, ez a, nem, hát vagy ilyen, ez a tűzoltó, szóval tényleg az van, hogy te tűzoltóként dolgozol. Ugye Így van. volt, amikor beszéltünk, és kérdezted, hogy hosszú, és mondom, nem olyan hosszú, mert hogy ügyeletben vagy, vagy munkában vagy, és majd visszahívsz. És aztán mondtad, hogy majd délután hívsz, és este hívtál, mert hogy addig tartott. Tehát, hogy nem az volt, hogy egykor Igen, jó. Tehát hihetetlen nekem. De ez jó. 24-48 órás intervallumban dolgozunk egyébként. Berettyóújfalu. Berettyóújfaluban, igen, ez egy hivatásos tűzoltóság. És tehát sokan azt hiszik, hogy bent vagyunk és Te pingpongoztok egész nap. pingpongozunk, meg Bent. focizunk, vagy éppen simogatjuk az autókat, vagy egyfolytában eszünk, kajálunk, nem, tehát nem erről van szó. Igenis, keményen napi rendszerinti tevékenységek vannak nálunk. Reggel egészen 7 óra 15 perckor kell érkezni a tűzoltóságra be, és onnastól kezdve szolgálatváltás, és ez megtörtént, akkor onnastól kezdve napi rendek vannak folyamatosan egészen 4 óráig. Hát meg ha úgy van, És akkor hirdet, nem? tessék? Hát és ha úgy Ja, van, és persze, hát ha megjelenik a fény, a piros fény, akkor ott 2 perc alatt nekünk el kell indulni a laktanyából. És nem te vezeted a Én tűzoltót? gépkocsi vezető vagyok. Tényleg? Igen. Úgyhogy élvezem egyébként. Tehát, És az milyen a... Tehát egy tűzoltót vezetni, melyik versenyautóhoz hasonlít a legjobban? Hát tudod, melyik ez ami most ment a terep, most itt a tereprali Tátra, ahhoz hasonló igen? szerintem. Fönt Hát ülsz magasan? fent ülök magasan, és hát fent van olyan a súlypont. Súlypont fent van, aha. Igen. Észre kell egyébként velük menni, mert tehát mindegyik autóban szinte kivétel nélkül ott a víz, és hiába vannak benne ezek hullámtörők, azért mégiscsak teljesen máshol. Tehát nincs lent a súlypont, és ezt nagyon-nagyon figyelembe kell venni. Aha. Lehet ez is pont egy kicsit alá ez az egészhez, hogy az egyensúly érzet. Aha. És abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy sokszor nehéz összehozni, ezt összeegyeztetni a versenyzéssel. Mennek a csereberék variálások, de hál' Istennek van egy jobb főnökünk, aki ebbe tud segíteni, valamint maga a szolgálati csoport, és azon belül is a sofőrök teljes válszélességgel ott vannak, és mondhatni, kicsit érdekesen hangzik, de úgy előtérbe helyezik azt, hogy tudják, hogy ez milyen lehetőség most az életemben, és ezt én nagyon köszönöm nekik. Ez nagy dolog azért. És így azért, hogy tudni azt, hogy segítenek és ott vannak, így ez jó így dolgozni is benne, és jó így úgy gondolom, ilyen emberekkel dolgozni is. Aha. Hát én most is azt gondolom, hogy ezeknek az embereknek szoktak segíteni, akik nem csak hogy ránk szólnak, hanem akik meg is érdemlik. Igen, azért, hogy próbáljuk úgy intézni, mindenkinek jó legyen, tehát... Hát jó, de az belülről jön. Igen. Hát azt nem csak az intézésen múlik. Tamás, remélem, hogy egy picit jobban megismertek téged, és még remélem, hogy nagyon sokat látjuk a versenyzésed, hogy nagyon sokan rájönnek arra, hogy kell, hogy téged és titeket támogassanak. Úgyhogy legközelebb, esetleg szilveszterrel. Úgy néz ki, hogy ez lesz az évzáró, és hát ha minden igaz, akkor ez az R4-es autóval, amit rettentően várok, mert tényleg ez egy olyan új benyomás az életemben, ami ha lehetne, minden nap abba ülnék. Nyilván természetesen ez nem, de tehát így ez nem kivitelezhető, de ott az ambíció bennem, úgyhogy várom nagyon.
És egy feladatként tekintek erre is. Ja. Hát akkor addig kellemes ünnepeket, kellemes és ünnepeket. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. 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 Szerintem ez egy kerek volt, nem? Azt gondolom. Te kicsit... Ne lehet, is. Hogy sokat beszéltem, nem, vagy úgy belemerültem bizonyos dolgokban. Meglátjuk. Lehet, hogy valamit tudsz fagdosni ezekből ki egyébként? Én nem szoktam. Nem? Hát majd a vágást kivágom, de ugye nem szoktam. Hát ez jó az így, nem akarok én kivágni. Nem volt olyan, ami nem érdekes. Hát te jó. Én. Köszönöm szépen. Köszönöm én is még egyszer.